A felvidéki fejlesztő két tanéven át magyar középiskolákban, elsősorban gimnáziumokban valósult meg. Alternatívát kínál a tanároknak, hogyan lehet egyszerűen, de hatékonyan módosítani az eddigi gyakorlaton. Azért is fontos ez a lehetőség, mert a felvidéki magyar oktatási intézmények közül a diáklétszám szempontjából a középiskolák vannak a legnagyobb veszélyben. Az intézményfejlesztés tekintetében a módszertani megújulás, a pedagógiai munka megújulása segítheti az intézményeket abban, hogy még jobb intézményeként vonzóbbá váljanak a 9-et elhagyó magyar tanulók körében, és ezzel szűkítsük azok körét, akik szlovák középiskolákban tanulnának tovább. A rendezvényen bemutatták a komplex instrukciós programot, amelyet Magyarországon már mintegy 200 iskolában alkalmaznak. A program segítségével tudatos csoportmunkával próbálják felzárkóztatni a valamilyen okból rosszabb teljesítményt nyújtó diákokat, egyúttal pedig továbbfejleszteni a tehetségesebbeket. Kán Nagy Emese pedig a tanórán történő motiválásról és differenciálásról beszélt. Innovatív gondolkodásra készítő feladatokat kell kialakítani. Nagyon fontos az, hogy csoportban dolgozzanak a gyerekek, de a csoporton belül is öndifferenciálás legyen, tehát minden gyereknek legyen olyan feladat rész, amit ő meg tud csinálni, és ne egyetlen egy gyerek tudja megoldani, akkor nem kell csoportban dolgozni. Az is nagyon fontos, hogy ha már megcsináltak egy feladatot, akkor abból, hogy lehet még egyénileg is mindenkit a tudása és a képessége szerint még előbbre juttatni. Azoknak már egészen más a koncentráló képességük, más a szókincsük, más a vizualitása, jobbat féltek, a sokkal erősebb náluk. A felvidéki fejlesztő azt a célt is szolgálja, hogy rávilágítson arra, szükség van a változásra és a megújulásra, mert az oktatás olyan globális és lokális kihívások előtt áll, amelyek mindenkire hatással lesznek.